No, itt hagytuk abba legutóbb, hogy eljöttünk a Titánra, ha jól emlékszem, és nagy okosan azt hittem, hogy itt van a házam, de rohadtul nem. Fingam nincs egyébként, hogy jól van a házam. Nagyon óvatos leszek. Itt sincs túl sok gravitáció. Szóval, hogy... Ja, és ez csak sima ugrás volt, de van még egy ilyenem is. Ó, azt a büdös életbe átugrok egy házat. Na ilyenkor szoktam bokasérülést elszenvedni, mikor leesek. Ez vicces, hogy ekkorát lehet itt ugrani. És mit mondott, mi a fene ez? Itt valami titkos labor? Nincs itt túl nagy meleg, ahogy látom. Igen, hát szóval a bázisépítésnek továbbra sem álltam neki. Most egy kedves kommentelő azt javasolta, hogy ne is nagyon álljak neki. De és nagyon korrektan nem spoilerezett, úgyhogy ezt külön köszönöm. Megmondom őszintén, hogy kicsit ilyen, nem tudom miért, nem tudom megmondani, hogy miért, de valahogy volt is ellenérzésem ezzel kapcsolatosan, hogy most még úgy nem állnék neki. Amúgy érdekel, tehát szerintem tök jó pofa, meg rengeteg mindent. Picit belenéztem minimálisan, tehát csak hogy mik az eszközök. Úristen, mindjárt elhányom magam komolyan. Jaj, te cuki, hogy ott rangyol a kollega. Szóval, hogy belenéztem egy pillanatra, és olyasmi nekem nagyon áthallás volt, mint a Falloutban nyilván, hát egyértelmű. Ott, amikor kis bázist építettünk. Most ezek azt hiszem például olyanok, ami valami energiaforrás, vagy generátor, vagy ilyesmi. Egészen korrekt, rengeteg elem volt, tehát egészen korrekt bázisokat lehet összeépíteni. Úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy ezzel is el fogok azért egy kicsit vacakolni, de most a hülyeségemnek köszönhetően olyan rengeteg időt elszúrtam a farmolással, a karakterboostolással, meg az űrhajólopkodással, hogy most tényleg már egy picit szeretnék így normálisabban játszani, mint az értelmes emberek. És hát ez most pont ezért úgy gondolom, hogy most nem biztos, hogy beleölnék egy további 50 órát, hogy építek bázis, de természetesen fogok. Ez nekem nagyon tetszik, ez ilyen nagyon kis hangulatos hely, ezek jól néznek ki, ezek a kis cuccok. Egyébként tényleg megismételném, hogy szerintem azért úgy nagyon szép. Jó, egyébként van nagyon sok sivár, kihalt, lepusztult bolygó, ez tény, kősivatag, jégsivatag, mit tudom én, mi bármi. De alapvetően azért nagyon szép a játék olyan tekintetben, hogy a karakterek, tehát akikkel beszélünk, az NPC-k szerintem nagyon szépen ki vannak dolgozva, a fegyverek rohadt jól meg vannak csinálva. Én mondom, nagyon elégedett vagyok a karaktermozgásokkal, az AI-jal, tehát kifejezetten tetszik, hogy a megsebzett karakterek elkezdenek menekülni, elbújik, felgyógyítja magát, csomószor fedezékből úgy lődöznek ki, hogy így fölemeli a pisztolyt vagy a géppisztolyt és kilő a fedezék fölött. Szóval, hogy nem ilyen agyatlan droidok támadnak. Na most ez ugye egyébként fingom nincs, hogy micsoda és miért jöttem ide, de majd mindjárt kitalálom. Valami küldetésem van nekem ide, azt hiszem. Csak arra rá kell jönnöm, hogy micsoda. Lépjek be ide. Jó, hát ez folyamatban van. Futkosok is itt egy kicsit, aztán kiderül szerintem, hogy mit szeretnének. Beszéljek Joyce-ival? Ki a Joyce? Szia, te vagy a Joyce? Nem, te egy turista vagy. Ez kijárat vagy lift? Lift. Jó, megkeresem. Pár pillanat. Nem kicsi ez a hely. Ez valami kis botanikai labor. És itt miért van bent szél? Úgy futottam, mint állat? Miattam mozog? Nem. Hát ezt lehet, hogy annyira nem gondolták át, hogy a növények azok animálban vannak kint, ha van szél. És akkor ugyanezek a növények vannak ide rakva, és itt is animálva vannak, de amúgy jó pofa dolgok vannak itt is. Na jó, megkeresem ezt a célszemélyt. Most őszintén leszek, nem emlékszem, hogy ezt mondtam-e, hogy azt a tippet kaptam, illetve hát nem azt a tippet kaptam, hogy egyáltalán ne építkezzek, csak azt a tippet kaptam, hogy ne most, hanem majd a New Game Plus módban. Úgyhogy ezt majd megpróbálom megfogadni. Fogok azért persze szerintem bázis csinálni. Na most ez hogy? Most a liftbe vagyok, vagy már kiszálltam? Tehát, hogy fogok szerintem építkezni, de tényleg akkor van az egy ilyen komolyabb cuccot majd New Game Plus-ba. Remélem eljutok odáig, tehát hogyha beleölök úgy alapból ebbe 500 órát, akkor lehet, hogy már New Game Plus-ra nem lesz energiám, de reméljük. Szia, Joyce, Osaka. Mit kell vele csinálnom? Na hát arra kaptam megbízást, hogy valami kis jégdarabokat kell lepucolnom, 5 darabot.
Úgyhogy hát jó, jó gyerek leszek, és kimegyek és lepucolom. Ezek még azért nem a leghevibb küldetések így a játék során, de kicsit ilyen maximalista vagyok, és próbálok mindent bedarálni. Most nem pontosan értem, hogy miért az űrhajomra mutat, eldobta ezt a küldetést? Igen, például ez olyan nagyon szimpatikus, hogy ez megint úgy néz ki, hogy nem küldetés, hanem egy aktivitás. És ugye az aktivitás véget ért, valószínűleg most kaptam egy küldetést, viszont nem dobta át erre automatikusan, hogy ez lesz az aktív, hanem ide tette legfölülre, és akkor jelöljem be, hogy ez legyen az aktív. Szóval, hogy picit én ezzel vagyok a legkevésbé kibékülve egyébként ezzel a küldetéskezeléssel, küldetéskezelő felülettel, most én készséggel is ismerem, hogy én is bénázok, de ja, aha, értem, beszélgettünk erről a generátorokról, és hogy be vannak fagyva ezek szerint, és akkor hogy kicsit le kell zuzzantanom mivel ez a mining gépemmel a jeget róla, hogy ez is működjön. Mert hogy azt mondta, hogy a titánon mindig állandóan erős szelek vannak. Hú, de jó, még így a recsegő hangja is meg van oldva, meg ahogy így erőlködik. Na, ez jó pofa. Ez jó pofa. Tehát nem csak így gagyinál, hanem... És elindul. Ezek tetszenek. Egyébként szóval tényleg elég részletesen, elég realisztikusan meg vannak ezek csinálva. Tehát ez megint nem az volt, hogy egy totál statikus cucc. És akkor lezuzzantod a jeget, és akkor hirtelen elkezd forogni, hanem úgy erőlködik, mint ahogy úgy nagy eséllyel történne a valóságban is. Jó, lepucolgatom akkor ezeket, aztán visszamegyek Joyce-hoz, és elmondom az örömhírt, hogy egy picit bebusztoltuk az energiatermelést. Na hát lepucoltam odakint a jeget. De közben rájöttem, ó, csak 4500 kredit. És csak 82 XP. Hát, izmoztam itt, hogy minden. 8000 XP és... nem, 8, az jó lenne. 8000 kredit és 100 XP, de ez nem. Szóval közben rájöttem, hogy nem biztos, hogy mindenkit fogok belerúgtam a dobozba és elrepült. Nem biztos, hogy fogok fárasztani mindenkit ilyen über fantasztikusan izgalmas küldetésekkel. Hát ezzel most én el fogok játszadozni egy kicsit. Hanem majd néha pár érdekesebbet, jó? Tehát az, hogy 423000 mellékküldetést végig darálok, hogy hogyan viszek embereknek kávét, meg hogyan olvasztok le jeget a generátorokról, az nem olyan feltétlenül érdekes. Úgyhogy hát belevetem magam azért én még ezekbe a mellékküldetésekbe, és majd ha valami érdekesebb lesz, vagy esetleg egy jó kis atak, vagy ilyesmi, ilyen nagyobb bázispucolás, vagy azt lehet sejteni, hogy valami komolyabb esetleg boss, nem tudom, van-e olyan, majd akkor azokat mutatom, de hogy kicsit azért nagyobbakat fogok ugrani így ezekbe a mellékküldetésekbe, hogy ne unja mindenki rommá magát. Na jó, hát így összességében majdhogy nem mindenhol van küldetésem. Tehát csak így a teljesség igénye nélkül így rámegyek ezekre a kis cukiságokra. Ennek nyilván zöme mellékküldetés lesz. És tényleg ez rengeteg, tehát azt gondolom, hogy ez dögunalom lenne. Biztos, hogy van egy csomó, még az is lehet, hogy én sem fogom megcsinálni, tehát tényleg, amíg sokszor belerángatnak ilyenekbe, hogy álljak neki kávét főzni és szétosztani a meetingeken, akkor nem biztos, hogy azokat meg fogom csinálni, vagy lehet, hogy lelövök mindenkit a meetingen. De biztos lesznek azért itt olyanok, hogy érdekesebb. Itt például vannak olyanok, amit ugye ratyi voltam, és ide még semmikor soha nem tudtam eljönni. Tehát ezek a piros bolyók egyébként őszinte leszek, szerintem az összes, nem biztos, hogy az összes többire elmentem. Tehát az összeset, amit fehérnek jelöl, én nagyon meg lennék lepődve, ha mindegyiken lettem volna. Jó, hát szóval kiválasztok egy-két ilyen valami kis questkét, és akkor ezeket megcsinálgatom, próbálok bedarálni azért egy pár mellékküldetést, és aztán tényleg belecsapni a fő küldetés szálba, szerintem leginkább majd azt fogom talán még mutatni, de ha találok valami olyan érdekesebb mellékküldetést, ami jó pofának tűnik, akkor lehet, hogy azt is mutatom, de mondom, nem szeretném mindenkinek az idegrendszerét szétszedni ezzel. Most azt sem tudom, merre menjek. Szerintem itt ezt a zónát gyorsan kipucolom. Jó kezdődött a dolog. Ide ugrottam ehhez a zónához, és hát így a fegyverzetem az eléggé aktivizálta magát. Na most viszont jó lenne, ha nem lőnétek szarrá automatikusan késő, mert hogy megpróbálnék elkapni már tényleg egy rohadt űrhajót.
ez mondjuk nem kicsi. Hopp, csába. Jó, lehet, hogy kicsit vissza kéne venni a tűzerőből. Pedig egész jól nézett ki ez az űrhajó. Ne arugudjatok, srácok. Istenem. Igen, hát ez lesz a baj, hogy... hogy valami brutál állathajóval kell nekem ahhoz találkoznom, hogy ezt így ne kattoljam le két lövéssel. Ugye, hát egy ilyen autó lövegtorony, nem egy három, vagy nem tudom mennyi van a tetőn. És azért ezek úgy tudnak aprítani, tehát ahogy ide érkeztem, azonnal elkezdett lőni a hajó, mint az állat, ami mondjuk azért nem hátrány, csak kicsit későn kapcsoltam, hogy lehet itt szeretnék összegyűjteni itt... mi ez? Ez egy hajó? Vagy csak egy sodródó alkatrész? Na ez... ez... ja, hogy az ott egy szétlőtt valami volt. Jó. Hát igen, ezeket itt ki kell lootolgatni, egészen jó cuccok szoktak néha lenni, de lehet, hogy jobb lett volna, ha sikerül elfognom egy űrhajót, de nem sikerült. Na, itt még van valaki. Hát mondjuk ez nem egy túl nagy darab, kicsit besebeztek szegénynek. Persze, tudom, nagyon hálás vagy, igen, jöhet az űrhajó alkatrész. Jó, hát ez a tipik. Valószínűleg ilyen tizen pár szintű űrhajókkal nem is biztos, hogy sokra mentem volna, hogyha... ha elkapom, minden esetre tanulság, hogy most már nem is tudom elkapni, hogyha időben nem csatlakoztatom le a power izét, túltolást az automatikus ágyukról, mert szétkapják őket a francba. Valahogy nagyon vissza kell majd vennem a manuális lézerfegyvert is, nem tudom, az egy dolog, hogy leveszem róla az erőt, a generátor erőt, de az szerintem valószínűleg csak a tűzgyorsaságon fog csökkenteni, nem a sebzés értéken, tehát attól függetlenül még lehet, hogy egyszer belelövök és szétszakad mindenki. Na jó, mindegy, hát biztos azért nem vagyok én még akkora overkill, biztos lesz azért olyan hajó, aki még fog kihívást jelenteni, és akkor majd legalább az egy combosabb hajó lesz, azt megpróbálom majd úgy megoldani, amit már régóta tervezek, hogy csak az engine-t és a fegyverrendszert kiiktatni, és akkor megpróbálni elkapni a hajót. No, de minden esetre azért izgalmasak az események. Itt egy nagy hulladékba sikerült landolnunk. Hát itt szerintem kicsit olyan, mint egy szétkaptak volna valami űrbázist a kalózok, és akkor így az utolsó 2-3 ilyen védelmi hajót sikerült csak megmentenünk, a többinek szegénynek már lőttek. No jó, hát leszállok, azt se tudom, minek jöttem ide. Jó, ezért jöttem ide. Aztán megnézzük, mi lesz itt. Na, itt egy elég érdekes sztori. Csak úgy röpködtem. Bolygóról bolygóra küldetést keresve, és akkor itt megint egy ilyen harcba keveredtem, és aztán itt egy űrhajón segítséget kértek, hogy az AI az fellázott ellenük, és technikusokat már megölte, és akkor most valahogy pusztítsam el a hajón az AI-t. Valami kódot kéne beírnom egy gépbe, de gondolom akkor majd valami háború lesz ellene. Hát szegényke nagyon hősiesen próbálta bizonyítani, hogy ő nem AI, hanem egy személy. Nem tudom, jól döntöttem-e, de most úgy döntöttem, hogy kinyírjuk. Ez mondjuk nem túl szimpatikus, ez a kis gyakér, úgyhogy nagy esélye rosszul döntöttünk. A gép egy kicsit szimpatikusabb volt, mint ez a bűnöző. No, mindegy. Hát úgy néz ki, hogy nem sikerült. Úgy néz ki, hogy nem sikerült kiiktatni az AI-t, és elvitte a srácokat valahova. Hát, lehet, hogy hamarosan velünk is ez fog történni, és felzabál minket az AI a valóságban is. No mindegy, addig is Starfield-ezzünk még egy kicsit. Na, eljutottam egy ilyen kutatóbázisra, ismételtem. És itt eléggé úgy néz ki, hogy valami lény szétkapta a bázist. Úgyhogy feltételezem, hogy mindjárt visszajön és le kell győzni. Remélem, hogy jön a nagy szörny és legyőzhetem. Az a baj, hogy kitettem a nagyon sokat sebző fegyveremet. Most úgy voltam, hogy elég ez. Ilyen nagyon sejtelmes esik az eső, sötét van. Minden adott egy jó kis szörny fighthoz. Igen, ilyen cuki dolgok vannak itt mindenfele.
ez a csaj mindig a frászt hozza rám ezzel a mászkálásával. Na, na, na. Kérünk egy bazin, egy szörnyet. Egész kedves lény lehet. Usta. Seeing a meat packing facility from the inside is starting to make me feel like I should switch to becoming a vegetarian. Nyilván valami ízéhez van kötve, hogy majd benyomok egy gombot, jövök ki, és majd akkor... Connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. De öcsi, nem kell nem olyan nagyon aggódni, lelevem én egyedül, jó? Csak nem lehet azért akkora brutál. Ja, hát mondjuk itt is bement egy kicsit. Hova kell most menni? Azért biztos cukorlény. Így ezekből a épület fa kiszakadásokból ítélve. Minden offline. Nem nagyon fogunk semmit bekapcsolni. Hú, mit is mondott Bakker, nem emlékszem. Ó. Véletlenül eltaláltam. Trackers reading green. What's that sound? Na. Szegény kimaradt, akkor az meghalt. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Ne aggódjunk már ennyire. Jaj, de cukker! Hát ezekből öltem már egy párat. Ú, ja nem. Most akkor a póka gonosz? Kifejezetten barátságos. Look, I wouldn't engage directly if you could avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the Terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Öcsi, szerintem nyírjuk ki. Ne szarozzunk. Ez volt a fő gonosz? Azért szerintem azért erre olyan nagyon nem kell rákészülni. Van még valaki? Jó van. Lehet, hogy egy ilyen... Ja, hogy ezeket a lövegtorony rendszereket kellett volna ráirányítani? Jó. Ez miben is volt, hogy... Valami filmben volt, hogy... Most akkor nagyon meg kéne ijedni. Jó, majd mindjárt megijedek. Akarod, hogy bemutatkozzam neked? Ja, azt érdekelsz. Te vagy a rossz fiú, nem? A rossz fiú vagyok. Nekem meg remeg nem kéne a félelemtől, mi? Valahogy úgy. Jó. Majd mindjárt remegni kezdek. Ide akartuk volna becsalni és megölni. Most elrontottam mindenkinek a jó buliját, hogy ledurrantottam szegényt. Jó van. Hányadik szintű vagyok? 153. Szerintem ideális. Hányadik szintű a bolygó? 10. Halló, megöltem a boss-t. Egész sokat kellett egyébként belelőni. Elhoztam volna a turbó fegyveremet, akkor lehet, hogy csak kettőt kell belelőni, ami ezret sebez. Ezt nem értem, miért raktam ki, ez jó lesz, ha nálam lesz. Hellóka. Így ezzel a kis pisztolykámmal lelőttem, látod? Képzeld, de jelöltem le. You did it, didn't you? Heavens above, you just flatlined a Terramorph. Oh yeah,
taken care of. Azért ez biztos nem lesz ilyen vidám ez a sztori, mindjárt jön még 20 ilyen, remélem. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? All right. I spotted a microscope downstairs. Na jó, hát ez komoly kihívás volt. Reméljük lesz még sok ilyen. Na hát, és hogy azért valami egyéb akció is legyen, itt a teljesség igénye nélkül azért egy ilyen kis összeállítást fabrikáltam az akciódúsabb részekből, melléküldetésekből, elég sok helyre el kellett mennem. Volt, amikor csak úgy kóboroltam, és egy ilyen felszíni bázissal találkoztam meg én, volt, amikor konkrétan küldetés, vagy melléküldetés küldött oda, hogy pucoljak ki egy bázist, meg kellett szerezni egy tárgyat, vagy épp kiírtani egy gonosz vezetőt. Úgyhogy hát itt még örültem magamnak, a későbbiekben azért voltak húzósabb részek is, de itt azért még örültem magamnak, hogy nagyjából működött az egy lövés egy ember metódus. Nyilván igyekeztem azért ezeket zömében fejbe durrantani, de itt még szerencsére azért volt akkor a sebzésem, hogy kb. Akkor is ki tudtam pucolni őket kb. Egy lövésre, hogyha nem sikerült fejbe durrantani. Hogy már korábban mondtam, néha nagyon vicces ezeknek a karaktereknek a fizikai, hát hogy mondjam, megvalósulása, mozgása, stb. Minél kisebb gravitáció van, főleg külső területen, itt belső területen, ugye azért zömében van valamiféle mesterséges gravitáció, de minél kisebb gravitáció van a külső területeken, annál jobbakat tudnak repülni. Néha elég vicces, meg volt olyan, amikor konkrétan azért nem lootoltam, mert meglőttem a karakternek a hátizsákját, ezt a rakéta boost hátizsákot. Azt hiszem itt is egy hasonló, csak ugye ez itt beltéren történik. Viszont volt olyan, amikor ez kültéren megjött, és arra ott messze elrepült a sivatagba a karakter, hogy azért nem mentem utána lootolni, mert marha messze elszállt. Úgyhogy lehet ezeket cifrázni, hát meg valamikor ilyen kisebb-nagyobb gruppok így, én nem is tudom miért, ezek olyanok, mint a lemingek, tehát itt sorba álltak meghalni, és hát muszáj volt akkor megtennem, amit megkövetel a haza. Ezek is olyanok, hogy egy ilyen cukker kis bázist kellett kipucolni, itt azt hiszem még ráadásul nem is a sniperrel lövök, csak ezzel a kis gépfegyverszerűségemmel, a snipernek elvileg kevesebbenek, ugye látszik a tölténytár, az egy jóval nagyobb, itt a jobb alsó sarokban a snipernek kisebb, azt is sikerült eltalálni, ez is nyom egy laza tigris bukfencet, és hát akkor kb. Ennyi, tehát néhány pillanat alatt ezt azért ki lehet pucolni, és akkor szerencsére ezzel a rakéta boost hátizsákkal viszonylag könnyen beérkezem, és akkor lényegében már csak a lootolás a feladat. Voltak olyanok is, egyébként ezek nagyon tetszettek, amikor egy elég komoly ilyen harcba keveredtünk. Ez amiben a helyi erők ritka bénák. Tehát egy idő után ezek jobbra-balra fekszenek a földön, és csak arra kell vigyáznom, hogy kivégezzem őket. De első körben még itt harcolnak a támadókkal, majd itt a földön látszik egy-kettő, akik ott négykézláb fetrengenek, és nem halnak meg, csak fetrengenek azok a... Itt megint sikerült egynek repülni egyet. Szóval azok a helyi erők, és hát nem sokat tudnak segíteni, az az igazság. Az ott például az egyik, aki éppen behasalt hányni a doboz mögé. Én itt lekáttalom az összes ellenséges támadót, és azt ért az érdekesség, hogy érkezik erősítés. És hát természetesen nem is akárhogy, hanem jöttek űrhajók, és jöttek az űrhajókkal további katonák. Ami szerintem tök poén, tehát hogy ilyen meglepő jellegű dolog. Nem nagyon emlékszem, nem is tudom milyen játék, Far Cry volt talán olyan, nem olyan rég, hogyha fölriasztottuk a bázist, vagy még korábbi epizódok is, akkor teherautón érkeztek további katonák erősítése, de olyanra nem nagyon emlékszem, hogy így az űrből érkezett volna további erősítés. Mondjuk nem mondom, hogy akkor a giganagy boostot tudtak adni a már leaprított helyieknek. Ilyen cukor kis libasorban elkezdtek kijönni, és szépen kacsintottak bele a fegyverembe. De ez még hagyján, mert jön majd egy másik hullám is, tehát ez egy dolog, hogy itt még azt se tudtam, hogy mi van, tehát hogy ezekkel most el kell számolnom, vagy nem, tehát hogy a jóknak jön az erősítése, vagy a gonoszoknak. De az ezek elég hamar rájöttek, hogy nem biztos, hogy jó, ha velem újat húznak, és elkezdtek elmenekülni. Megjött az erősítés azért, hogy elszaladjon, tök cuki. És hát az egyik azt hiszem már itt eleve annyira sérült volt, hogy ott kúszik-mázik a fal mögött, tehát meg seggbe lőttem, az fölrobbant szegény. Ez meg kapott még kettét a bokájába, és akkor ő is úgy döntött, hogy inkább ide lebihen a puha hóba. És akkor, hát itt még nem tudtam, de aztán következő űrhajó, ami érkezett, abban is volt egy szép nagy adag katona. De itt már lényegében számíthattam rá, hogy mi fog történni, úgyhogy egy kellően
kedves és szívélyes fogadtatásban tudtam őket részesíteni. Tehát ők is így felsorakoztak, én is így felsorakoztam, és akkor így méltón üdvözöltük egymást. Eddig tartott az erősítés, szóval igazából. Ennek a típusú játéknak is azért van némi bája, hát nem feltétlenül az, hogy túl sok helyen és túl sok kihívást tud nyújtani a játék, de se baj. És voltak egyébként elég frankó ilyen légicsaták is, amiben belekeveredtem, és először pár alkalommal azt csináltam, hogy levettem ezt az automata lövegtoronynak az erejét, itt például látszik, hogy nullán van, tehát hogy én vadászhassam ezeket a hajókat, mert változatlan az volt a tervem, hogy megpróbálom megállítani, úgyhogy az engine-t szétlövöm, és el tudjam foglalni, hát ez rendre nem sikerült. Tehát igazából továbbra is az, hogy ezek már ilyen 32. szintű hajók, de továbbra is, illetve eleve itt tömeg volt, tehát itt nem nagyon volt el lehetőség, hogy akkor én centizgetem, hogy csak a nem tudom milyen alkatrészét találjam el. Itt úgy voltam, hogy először kiszedem a kisebbeket, tehát hogy leaprítok minél többet, és akkor a végén majd egy-két nagyobb gép marad, akkor annak megpróbálom az elfoglalását, de igazából olyan káosz van itt ezekben a lövöldözésekben, meg ugye egy-két szövetséges van, az is lövi őket, tehát ilyenkor erre nem nagyon van lehetőség. Úgyhogy későbbiekben, amikor voltak ilyen kicsit összetettebb légi csaták, akkor azt csináltam, hogy erre a lövegtornyokra is tettem energiaellátást, és lezúztam mindenkit. Tehát igazából úgy van értelme elfoglalni hajót, hogyha mondjuk egy van ellenünk, vagy kettő, de csak mi vagyunk egyedül, tehát nincsenek itt szövetségesek, mert akkor azok úgyis lelövik egy idő után, tehát az lesz a legfinomabb, ha beszállok és kilövik alólam. Szóval az nem lenne olyan nagyon vicces. De ezek is egyébként egész jók, tehát elég feelinges, jól néz ki, darabokra szakad, látványos, meg... Szóval azért úgy elég jó pofa ez is. Volt még további néhány bázisfoglalás. Itt irdatlan mennyiségű út, tehát továbbra is az van, hogy ez a... azt nem tudom, mondtam-e már, hogy elhagytam ezt a követőmet, nem tudom hol, tehát most nincs nálam. És így egy kicsit a lootokat nehezebben kezelem, mert azért annak is volt egy közel 200-as teherbírása, de most már mivel nincsen, ezért egy ilyen bázisba kinyírok, vagy 20 embert, és ezeknek az összes fegyvere, az armor, minden, amit el tudok vinni, hát ezután elég komoly kicsoszogása a hajóig, de azért vannak még itt ilyen jó fejlővések. És akkor itt elvileg azt hiszem utolsó kettő volt a bázison, és itt is van egy boss, ez az ilyen kis háromszöges, lefelé mutató háromszöggel rendelkező kis ikonja, meg ugye egy lényegesen magasabb szintje van, ez általában boss, ezeket érdemes egy quick save után megölni, és aztán többször vissza lehet tölteni, és akkor értékesebb lootokat kiszedni.